Idegenben kezdi meg a férfi kézilabda bajnokok ligája negyeddöntőjét a kölni Final Four-ba kerülésért az MKB Veszprém csapata, amely vasárnap lép pályára a címvédő háromszoros győztes Kiel ellen, amelyet a csoportmeccseken egyszer legyőzött idehaza. A veszprémi álmok valóra váltásáról érdeklődünk most a kulcsember átlövő Nagy Laci, Nagy László felhívásával. Halló, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok én is minden kedves tévénézőnek. Laci, mekkora lélektani előnye az, hogy idegenben kezdetek? Megoszlanak a vélemények, speciálén nem előnyként élem meg. Tapasztalataim az elmúlt évekből a Barszával az volt, hogy a csapat jobb teljesítmény nyújtott, amikor a hazai pályán kezdte a párosítást, és idegenben lett vége ennek. Megosztanak a gondolatok itt a csapatban is. Nyilván azt gondolom, hogy egy nagyon felkészült állapotba kell, hogy oda kimenjünk Németországba, és részemről nem árulok el titkot, én pontot vagy pontokat szeretnék onnan elhozni. Hát azt mondod, hogy minimum az X. Így van, egy nagyon jó teljesítmény kell ahhoz produkálni, tudjuk, hogy kibe nagyon nehéz dolga van minden csapatnak, természetesen egy ilyen párosításnak óriási tétje van. Nagyon bízom benne, hogy ez a tét nem bennünket fog jobban nyomni most vasárnap, hanem a hazai Kiel csapatot. Azt mondnák, hogy ugye a csoportmérkőzések során ott Kielben 32-21. Ezt most sokat néztétek ezt a videót? Természetesen, hogy elkezdtük elemezni, nem csak a mi mérkőzésénket, hanem a Kiel többi meccsét is elemeztük. Csalóka, aki valóban egy nagy vereséget kaptunk, viszont ugye pont bepillantást nyerhettünk a másik fél idő kezdetére, ahol idézőjelben még csak két gólos hátrányunk volt. Tehát a 35-40 percig tudtuk a lépést velük tartani, utána nyilván fegyelmezetlenség, egyebek közbe léptek, és valóban nagy különbségű vereséget kaptunk. Biztos vagyok benne, hogy ez motoszkál bennünk, illetve a játékosokban, ami azt gondolom, hogy csak pozitív lehet, és ugye mindenki lelkiismeretesen fog majd vasárnap a pályán küzdeni, és hát a cél, amit mondtam, nem az, hogy minimális gólkülönbségű vereséget szenvedni, hanem igenis csatába lenni a végéig, és pontot esetleg pontokat szerezni. Laci, már többször beszéltünk itt arról, és te mindig határozottan elmondtad már ennek a BL sorozatnak az elején is, hogy állati fontos dolog a formaidőzítés, tehát hogy az, hogy a csapat és a csapatok, aki nyerni akar, az a végén legyen a legerősebb. Ilyen szempontból, hogyha már ezt a Kiel elleni mérkőzés vagy mérkőzéseket szóba hoztuk, most erősebbek vagytok, jobbak vagytok, jobb formában vagytok, mint mondjuk két hónappal ezelőtt? Az első és a legfontosabb, hogy jelenleg sérült játékossal a csapat nem rendelkezik, úgyhogy mindenki harcra kép. Timuzin is jól van. Így van. Hát nyilván neki egy apró bokasérülése történt ugye még a Magyar Kupán, de a hét elejé pihenővel, illetve rehabilitációval ő is biztos, hogy 100%-os harcra kész lesz. Ez a legfontosabb, hogy mindenki egyben van. A másik meg az, hogy annak ellenére, hogy itt vagyunk a bajnokság célegyenesében, ugye olimpia évközben világbajnokság, ami általában mentálisan is kicsit meg szokta fárasztani a csapatot. Hála Istennek mindenki nagyon jó paszban, úgyhogy abszolút elszántsággal várjuk ezt a két mérkőzést. Az, hogy két hónappal ezelőtt, vagy esetleg most jobb formában lenne a csapat, lelkileg biztos, tehát azt gondolom, hogy óriási motiváció van minden játékosban, és óriási elszántság. Biztos vagyok benne, hogy előrébb tartunk, mint egy esetleg két hónappal ezelőtt. Ugye nyilván minden meccs egy előkészület, de hogyha speciálisan nézzük ezt a kupadöntőt, ezt a fölényes sikert a Szeged ellen, akkor ez speciálisan a Kiel ellen hasznosítható volt szerinted játékban? Nyilván minden mérkőzés fontos, és minden mérkőzésből lehet tanulni. Ezt tettük a kupa döntőbe, és maximális felkészültség a szegedi csapat ellen. Védekezésbe igyekeztünk valóban, nem csak a Kiel miatt, hanem ahogy a Szeged miatt is egy masszív falat felhúzni jó kapus teljesítménnyel. Azt gondolom persze egy jó mérföldkő volt, és valóban egy óriási önbizalmat adhatott ez is hálásra, ez a siker a csapatnak. Mert hogy a védekezés lesz a kulcskérdés? Biztos vagyok benne, igen, valóban ez lesz az első és legfontosabb, hiszen ez a Kieli csapat, ez minden pozícióból tüzelés és nagyon eredményes. Amit meg kell fékezni, az egyértelmű, hogy a támadásunkban
esetleges eladott labdákból ne tudjanak gyorsan átrohanni bennünket. Hogyha ezt ki tudjuk kiszűbölni és minimális gólszámokat kapni csak lerohanásukból, akkor olyan érzésem van, hogy mi ott partiba tudunk lenni. Hát így legyen, azt mondd meg végül, hogy ott lesz-e a négyes döntőn a Veszprém, és ugye Isten ments, te nem vagy egy Karabatics, de megtennéd-e? Mármint micsodát? Hát, hogy ott lesztek, mármint, hogy megfogadnád-e. Ja, azért mondom, hogy nem vagy egy Karabatics, de hogy ott lesztek-e a Final Four-ba? Természetesen én nagyon bízom elsősorban ugye magamban, bízom a csapattársaimban, bízom az egész csapatban, képesek lehetünk ott lenni, és ezen fogunk dolgozni az elkövetkezendő szűk 10 napban, hogy ott legyünk. Laci, köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és hajrá! Köszönjük szépen! Jó meccset!